Jó, hát elsősorban az, ami nem tetszett számít, tehát a Magyar Ifjúsági Tanács tagszervezetei, illetve a, hát most már mondhatom így a szöveg tükrében, ugye a KMDS részéről is, hogy volt egy előzetes egyeztetés, ahol többször is részt vettek a KMDS részéről is, illetve a MIT és tagszervezetei részéről is az ifjúsági vezetők. Leültünk egy közös szöveg kidolgozásában. Amikor megszületett ez a szöveg, körbe ment mindegyik ifjúsági szervezetnek, mindenki leokézta, elfogadásra került, és úgy volt, hogy ezt fogjuk felolvasni, és a tegnap este és délután érkezett egy telefonhívás, tehát felhívtak minket, hogy már pedig ez a Kolozsvári Ifjúsági Fórum részéről tartatatlan és elfogadhatatlan, és ezt mindenképpen át kellene írni. És hogy jelenjünk meg délután 6-kor az RMDS irodában, hogy írjuk át a szöveget. Ki telefonált konkrétan? Geréd Imre, ő a Kifornak az ujjánkja. Ő az, aki hívott, hogy mindenképpen jelenjünk meg. Először 5 órát mondott, utána végül 6 órára meg kellett jelenjünk. Kicsit furcsa. Ők nem vettek részt az előzetes megbeszéléseken. Meghívást kaptak? Igen, nem vettek részt, viszont és utolsó pillanatban akartak, és ezért tarthatatlan. Az, hogy miért mi volt az ő kifogásuk a szövegben, erről annyit mondanék, hogy ők szerintük ez egy negatív hangvételű, ők mindenképpen egy pozitívumat, egy úgymond semmit mondott, tehát semmi lényegre törőt akartak. Minek van a lényege annak, amit felolvastatok volna? Ennek a szövegnek mi volt a lényege, ami végül nem tudtatok felolvasni? Hát mindenképpen azt szeretnénk volna elmondani az egybegyűlteknek, hogy azért nem olyan fényes a helyzet, az sem az ifjúság, sem az erdélyi magyarság helyzete, mint amilyennek azt feltüntetjük. És még nagyon sok munka van, amit tenni kell annak érdekében, hogy a sorsunk jobbra álljon. Verespatokról is szó volt áttételesen, vagy nem? Hát inkább összességében a környezetvédelem volt az, amiről szó volt. Most az, hogy Verespatok áttételesen ezen értett volt, az akkor igen.